A rendezvényt a Vikár Sándor Zeneiskola művésztanárainak műsora nyitotta meg, majd Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vezetése köszöntötte a konferencia résztvevőit. A konferencia első napján Körmendi Imre tartott előadást elsőként Urbanisztikai reflexiók, gondolatok az emberről, a városról és a világról című könyvével összefüggésben. Mindenképpen azt a kérdést veti fel a Covid és mindenfajta ilyen válság, amit mást is érzünk, az a közeli háború, a gazdaságnak a problémái, az infláció, stb. Ezek azt vetik föl, hogy jó úton járunk-e, hogyan tovább emberiség, ha szabad ilyen nagy szavakat használni. Magába a szakmába, illetve a szakmán túl is a másik kérdés pedig ez a fenntarthatóság, amire persze sokan azt mondják, hogy a fenntartható fejlődés az a két csoport, az aggódóknak és a mindenáron fejlesztőknek a kielégítésére született egy ilyen összvér megoldás, tehát nem biztos, hogy lehetséges ilyen egyáltalán, egy viszonylag majdnem zárt rendszer, mint a Föld. Azokat a kérdéseket veti föl minduntalan, hogy mi lesz az általános melegedéssel, az időjárásnak a változásával, és itt folyik a vita arról, hogy ez az emberi tevékenység, vagy nem az emberi tevékenység, anélkül is volt, hiszen voltak itt jégkorszakok, melegebb periódusok, stb. De mindesetre felveti, hogy akármilyen szempontból érkezik, vagy változik az időjárás, nekünk valahogy változtatni kell. A 6. Planet.hu településfejlesztési konferenciát 2010-ben hívták életre. Olyan fórum ez, amely kiváló lehetőséget ad az eszmecserére a jelenlegi felmerülő építészeti fenntarthatósági kérdésekben, a világjárvány árnyékában. A rendezvényen jelen voltak a városok építésüggyel foglalkozó szakemberei, a települések döntéshozói is. Az eddigi hagyományokat és hát azt a konferencia szervezési, rendezési rutint és színvonalat igyekeztünk tartani, tehát jó felvezetésekkel, kiváló előadókkal, eddig a mai nap programját illetően az, hogy sikerült és hogy lett összeválogatva ez a közeg, akik ma itt a szakmáról fognak beszélni sokféle szegmensből, azt gondolom, hogy idézőjel a szakembereink megnyalhatják a 10 ujjukat, hogyha átveszem a másik műfajból ezt a kifejezést. Úgyhogy a program 9 órakor kezdődik. Jó magam egy régi kollégámmal, Jambrik Imre, Hajdú-Bihar megye állami főépítésze, vele közös előadásként egy kuriózum témáról fogunk beszélni, Tokaj hegyalja világörökségi arculati kézi könyvének. Egyébként hát bizonyos okokból mondjuk 80-90%-os készültségben megállt munkájáról, ami tervezetten, vagy ha úgy tetszik, konszenzussal megállt, hiszen nagyon sok mindent csináltunk, és egyfajta előtanulmányként el akarjuk mondani, mire jutottunk, és feltesszük egyenlőre a költői kérdést, hogy lesz ennek folytatása. A rendezvény közös összefogással valósult meg az építészkamarák, építőipari vállalkozások, a Nemzeti Kulturális Alap és a Planet.hu jóvoltából.